téma közelébe vágnánk. Azt nyilván megszoktuk már, hogy az előadások vetettétekhez kapcsolódnak, de ahhoz is hozzászokhatunk, hogy mindig vannak egy felvezető részek, amelyek végül is megoldhatók hétek nélkül. Itt is van egy rövid témaismertetés, illetve egy tudom, hogy történeti bevezetés, ami ebben az esetben egyáltalán nem fölösleges. A cím maga eléggé ingerlő, Fehérvár, Fehérfolt. Mi azt tanultuk annak idején egyetemen, vagy korábban, aki mondjuk középiskolában találkozott a témával, hogy a Fehérvár kérdés az Fehérvár kérdés. Tehát gyakorlatilag semmiféle nyitott kérdés nincs vele kapcsolatban. Elmegyünk a mai Székesfehérvárra, akkor ott megtaláljuk azt a bazilikát, amely Szent István idejében épült, amely hiteles feljegyzések szerint az akkori világ egyik leggazdagabban felszerelt, leghatalmasabb építménye volt, és amelyiknek a történetéből is, a későbbi történetéből is elég sok mindent tudunk, hiszen jellegénél fogva, mint hogy ez volt a koronázó és temetkező helye a magyar királyságnak, tehát elég sokat írtak róla. Egy-két apróságot hadd említsek már is. Azt tudjuk, hogy a Hétes Kronikából, hogy az első Anjou királyunk, Károly Róbert idején például lenyégett többször egymás után, és azt is tudjuk, hogy ólommal fedette le, tehát amikor a nagy tűzrész kitört, ez az ólom, ahogy a egykori leírás mondja, mintha olvad viasz lenne, úgy csordult le a templom. Hát itt most a koronázó főtemplomról van szó, ennek a talajára. Ez azt jelenti, hogy ha itt ezeknek az égéseknek valami nyoma van, kell legyen, tehát olyan nincs, hogy ezeknek semmiféle nyoma ne legyen, akkor itt nyilvánvaló ólomnyomokat kellett, hogy találjanak, egyáltalán vastag átéget talajt kellett, hogy találjanak. Ezt csak azért mondom, egyelőre egy következtetéseket nem vonok le, hogy súgva már mondhatom, hogy ilyenek nyomát se találták a mai Fehérváron, azon a területen, amelyet ma úgy adnak lenne nekünk, mintha ez lett volna a Szent István által emelt és később királykoronázó templom funkcionáló épület. Tehát itt már lehet érezni, hogy nem egészen lezártak azért ezek a kérdések, bármilyen is igyekszik a jelenlegi régészettudomány és a ráépülő történettudomány úgy beállítani a kérdést, mint hogyha ez egyszerű kötözködés lenne részünkről, hogyha még itt firtatózunk és esetleg nyitott kérdésekről beszélünk. Ha az előző előadásokon is részt vettek, akkor emlékezhetnek rá, hogy gyakorlatilag ugyanezeket a kérdéseket kellett feltennünk a Magyar Szent Koronával kapcsolatban is, ugyanilyen bevezetés után. Tehát ott is úgy van eladva a Magyar Szent Korona, mint ott már nem lenne nyitott kérdés, holott szinte egyedet sem találtunk, mint nyitott kérdés. Most egy kicsit ilyenre ígérkezik a Fehérvár kérdésről is. A kérdés súlyosítja az, hogy nem csak koronázó főtemplom volt, hanem királyaink temetkezési helye is. Ami azt jelenti, hogy ha itt nyitott kérdéseket észlelünk, akkor ezeket a nyitott kérdéseket meg kell nyitnunk, most a kérdéseket meg kell nyitnunk a király temetkezések irányában is. És itt úgy tűnik, hogy kemény tényekbe ütközünk, amelyek mégiscsak arra mutatnának, hogy végülis ez volt az a bizonyos Szent István által alapított és nagy boldogasszony tiszteletére fölszentelt templom. Miért? Azért, mert 1848. decemberében, hát ezzel majd azért kicsit foglalkoznunk kell, hogy ez miféle időszak volt, tehát 1848. decemberében a legteljesebb politika és katonai káosz kellős közepén egy ásatás folyt, ez úgynevezett leletmentő, nem is ásatás, mert ástak, és ennek nyomán felszínre bukkantak bizonyos maradványok, és ezt egy úgynevezett leletmentő akció követte, neveket majd inkább később mondok, most csak, hogy az egész kép előttünk legyen, itt előkerültek olyan maradványok, amelyeket ma nekünk minden további megfontolás nélkül, tehát mintha ez egy teljesen lezárt kérdés lenne, mint harmadik Béla királyunk és felesége hát hambait és a hozzá tartozók mellékleteket mutatnak be.
Tehát ilyenként ismertetik tankönyveik, ilyenként mutatja őket a televízió szóval a múltunkról, és múltunknak ilyen a szakaszáról, tehát megint csak egy ilyen közhelyé vált dolog. Igen, a mai Székesfehérváron hiteles, igazolt maradványai kerültek elő legalább egy királyoknak és az ő feleségének. Itt most harmadik Bélából beszélek. Na most látni fogjuk a továbbiakban, de ez már valóban kellene majd a képek, hogy itt nagyon nagy bajok vannak. Tehát a úgynevezett királysírókkal még sokkal nagyobb bajok vannak, ha egyáltalán lehet fokozni még ezeket a bajokat, mint magával az épületet. Ez aztán már valóban csak azt lehet előhúzni a talomból, hogy na hát akkor mi lesz a Szent István koporsóval? Mert hát az viszont biztos, tényleg biztos. Mi megkérdeztük Szent István, hogy tényleg nekünk benne? Semmi jel nem van arra, hogy ez Szent István koporsója. Tehát egyedül az merítette fel a gyanút is, hogy lehetett az övé, hogy tudni, az úgynevezett bazilika, tehát magyarul a romkert területén került elő, de ha ez a romkert nem Szent István bazilikájának a maradványa, akkor semmi nem indíthat bennünket arra, hogy ezt Szent István koporsójának nevezzük. Egyébként is elég gyanúsak, nem annyira leletörvények, mert azok majdnem hogy homályosak, tehát nagyon nehezen megkóstolálható, hogy végülis hogyan is találták ezt meg, hanem egyszerűen az, hogy hogy került olyan helyzetbe, hogy oldalfala nem keresztirányban tört, hanem hosszabb irányban. Amit koporsan elég nehezen képzelhető, és ráadásul ez is állítólag a kiemelésnek az ideje. Tehát itt megint csak olyan kérdések merülnek föl, amikkel az embernek óvatosan szembe kell néznie. A kérdéseknek ez a halmaza először ebben a könyvben összegeződött, ennek a könyvnek a szerzője Bradák Károly, és aki ott volt a Magyarok házában ennek a témának az első felvezetésekor, emlékezhet, hogy meghívtuk Bécsből, és külön megkértem arról, hogy ha bármiben, akár a legkisebb kis csúszás is van, a gondolatmenet, amit én ismertetek, azonnal szóljon közben, ami emlékeznek rá, egyszer közben is szólt. Tehát volt egy ilyen, amikor egy apró pontosítást tett. Tehát az ő nevét feltétlenül, és mindjárt az elején ismertetni kell, ez nem azt jelenti, hogy az általam most előadott téma, ez egyedül is kizárólag ezen alapul, illetve hogy ennek a gondolatmenetét követik. Nem így van, de a képanyag zöme mégiscsak innen, illetve az ehhez felhasznált képanyagból. Támazik. Tehát magyarán ugyanazt a dokumentumanyagot próbáltam a diapozitívra átvinni, amit ő ebben a könyvében alkalmazott. Ennek a könyvnek a címe Fehérvár, Fehér volt, és ugyanaz, mint az előadás címe. Második kiadásban jelent meg Püskinél, és azt hiszem, hogy vagy még kapható, vagy már van a kiadást készítik elő. Az első az maradéktalanul elfogyott, de annyira, hogy még ilyen díszkérnányok is csak nagyon nehezen. Kerülhetők elő belőle, azt nem Büski adta ki, hanem a Design Quality-t nevezett kiadó, mint azóta már megszűnt. Na ennyit akkor talán a nagyon közvetlen bevezetésre, és akkor most a tagolása, tehát hogyan fogjuk kapni a bemutatandó anyagot. Az első fejezet a Fehérvárral foglalkozó metszeteket fogja tárgyalni. Itt egy elég fontos kérdést kell föleleveníteni. Ezt a kérdést többen feszegetik ma már. Mi, amikor az egyetemen tanultunk a tizedik metszetes ábrázolásokról, tehát régebbi időszakok központi jelentőségű helyeinek, ilyen Fehérvár, ilyen Esztergom, ilyen Veszprém, hogy csak a legfontosabbakat említsen, ezekről aránylag sok metszetes ábrázolás maradt ránk, ezeknek nagy része a török háború idején készült. És a szerető, tehát a török háború azt jelenti, hogy gyakorlatilag itt nem 1526-tal, 1541-en kell számolni Buda elestével. Ez terelte rá Európa figyelmét a magyarországi eseményekre olyan drámaian, hogy egész egyszerűen mint egy sáska járás, megindult a művészek járása is Magyarországra. Ezek haditudósítók voltak az esetek többségében, tehát vagy hadmérnökök, vagy pedig a hadjáratokat kísérő,
további hadműveletekhez segédanyagokat szolgáltató testőjük, grafikus művészek, majd nevezünk őket. Most miért kellett ezt ennyire hangsúlyozni? Azért, mert nekünk még úgy tanították az egyetemen, hogy nem kell komolyan venni ezeket a rendszereket. Nem kell, mert el lehet tekinteni tőlük, mert ezek végül is csak ilyen konvenciókat, tehát nem egyéni látványt, hanem amihez, hogy hozzászoktak, meg ahogyan elképzelték, hogy hogy nézhet ki Buda, vagy hogy nézhet ki Fehérre Vágott Veszprém, hát ezeket ugye egy kicsit még ilyen helyi ízekkel kiegészítették, tehát például egy kis turmános alakot rajzoltak az előtérbe, majd ilyen tóparasztasszonyt, aki viszi éppen a matyúját a katonáknak, és akkor ezzel már az a látkép, aminek egyébként semmi köze nincs Veszprémhez, ettől már Veszprém látképévé már. Tudom, követhető volt, egy kicsit rosszul voltam annak. Tehát lényeg az, hogy nekünk ezt még egyértelműen és ismétlődően itt tanították. Tehát magyarul dezavuálták, hiteltelenítették azokat a metszőket, illetve metszeteket, akik, illetve amelyek bemutatják nekünk ezeknek a úgynevezett felszabadító harcoknak a színhelyeit. Ügyesedek az ilyen úgynevezett felszabadító harcok megörökítései, vagy további műveletek előkészítését célzó ábrázolások voltak. Na most ebből gyanítottuk rögtön, hogy itt nem lehet tévedni. Most képzeljük el, hogy Veszprém helyett ő megrajzolja mondjuk Istarcsát, meg elé rajzol még két kurucot, meg három lavancot, és akkor ennek alapján fogja majd Huszkun generális létezett, tehát nem csak cukrászda van, Huszkun, hanem generális is. Tehát Huszkun generális majd ennek alapján fogja megtervezni a hadjáratát. Nem tudom, érthető, hogy nem lehet tévedni. Tehát ezek nem szórakoztató rajzoknak készültek, hanem pontosan azért készültek, amiért ma például egy űrhajós felvétel, mondjuk a Balaton felvidékre. Nyilván nem azért, hogy a következő szezon fürdőzőit tájékoztassa arról, hogy milyen szép ez a Balaton. Hanem azért, hogy a legközelebbi rakéta támadásnál, hát aminek bármikor ki vagyunk téve, mert bármikor miért terroristáknak lehet bennünket nyilvánítani, ez most csak elhatározás kérdése. Tehát ez bizony ezek nagyon sorban a térképezve. Itt se lehet tévedni. Mert akkor esetleg úgy járunk, mint ahogy járt mondjuk Irakban a Irak Múzeum, véletlenül, hát elnézést kérni, tévedtek oda csapódott, de azért nem oda kellett volna becsapódni. És ez a mi útunknak egy darabra is eltűnt. Hát vannak ilyenek, tudjuk. Na, ennyit erről. Tehát bizony, itt a pontosság nagyon is fontos kívánalom volt, és még komolyan venni ezeket a megszereket. Ha tetszik, akkor úgy, hogy tetszik, ha nem tetszik, úgy, hogy nem tetszik, tessék komolyan venni őket. Más kérdés, hogy összevetve a mai helyszínekkel, tehát például a mai Székesfehérvára, a Sturmeisenburg, tehát a német néven jelzett, vagy Alba Regalis, vagy Alba Regale, ha olyan szót kapcsoltak hozzá, ami nem volt. Tehát semlegesen. Tehát a különböző latin, olasz vagy német elnevezések, még török is van, mert a Pistoni Verdának nevezték. Tehát ezek ilyen feliratos metszetek, hát majd látni fogjuk, ha látni fogjuk, ezek kétségbejtően nem emlékeztetnek, nem hogy a mai Székesfehérvára, hanem tessék megfogodkodni egymásra sem. Egymásra sem. Tehát látni fogjuk, hogy legalább három típusa van, ezeknek a úgynevezett Székesfehérvár metszeteknek, ezek nagyon jellegzetes típusok, mind a három. Mind a háromból, most már kettőből a három közül készült egész variációs sor. És ezen a variációs soron belül mindegyik hasonlít is a másikra. De ezen belül egy, a másik variációs soron bármelyikre viszont abszolút nem hasonlít. És hogy magunk elé tudjuk képzelni a helyzetet, képzeljünk el, és már lassan nem csak képzelünk el, hanem az állítanak, akkor a mértékű a különbség, hogy az egyikben egy jól láthatóan egyenlő oldalú háromszög az alapja a városnak, és ez jól látható az egymás törzsöteteket, másiknál pedig egy enyhén ovális felé hajló kör alaprajz. Tehát most sikerült régészeinknek, történészeinknek, ha nem is a kört négyszögesíteni,
elég, de a háromszöget körösíteni egészen pontosan. A kettőnek nyilvánvalóan semmi köze nincs egymáshoz.